Március 16-ától ugye megkezdődött a digitális oktatás, és április 27-től már a szülők felügyeletet igényeltek. Igaz, hogy ez még minimális létszám volt, de az elkövetkezendő hetekben ez már növekedett, és az elmúlt héten pedig már 20 diáknak kellett a felügyeletet biztosítanunk. A tanárok szempontjából ez a felügyelet úgy nézett ki, hogy a délutános pedagógusokat próbáltuk erre megkérni, próbáltunk az egyenlő teherviselés, a teherelosztást odafigyelni, és ők biztosították ezt a felügyeletet. Az újranyitást, hát mi ezt már egy héttel ezelőtt űrlap formájában felmértük az igényt a szülők részéről, egészen június 26-áig már tudjuk, hogy hány gyerekre számíthatunk az elkövetkezendő hetekben. Jelenleg ugye 51 fő van, és ez a hetek folyamán csak növekedni fog, tehát a június utolsó kettő hetében már 65-70 fő is el fog érni a felügyeletet. Most a jelenlegi digitális oktatás ezen a héten, ugye az elkövetkezendő két hétben továbbra is folytatódik. A felügyeletet biztosító pedagógusok próbálják velük a tananyagokat átvenni, elsajátítani, de természetesen a szabadidő is nagyon fontos, tehát ugyanúgy a kis délutáni játszás az udvaron, tornateremben is biztosítva van nekik. A gyerekek napi háromszori étkezést kapnak, 10 órait, ebédet és uzsonnát tudunk nekik biztosítani. Reggel 7 órától nyitva van az iskola, és délután 17 óráig várjuk a szülőket a gyerekekért, és van is rá igény. Tehát mi ebben tudunk a szülőknek segíteni, hogy amíg szükséges, addig itt lehet a gyerek az iskolában. Én azt gondolom, hogy március 16-áig a diákok a tananyagnak a 80%-át itt az iskola falai között elsajátították. Tehát én a pedagógusokat látva nagyon-nagyon jó pedagógus gárdánk van, hogy maximálisan, akár videófelvétellel, akár hanganyaggal próbálták a diákokat arra abban segíteni, hogy jól működjön, és én azt gondolom, hogy semmiben nincsenek lemaradva, tehát ugyanúgy tudták elsajátítani, visszaküldeni az anyagot, és tele élménnyel gazdagodva. A tanév június 15-éig tart, tehát eddig a digitális oktatás, tanulás folytatódik, és a 15-e utáni két hét, ami még ugye június 26-áig tart, akkor ugyanúgy biztosítjuk a felügyeletet, programokkal megtöltve, a udvari, tornatermi lehetőségeket kihasználva, kézműveskedéssel, váltóversenyeket szeretnénk a gyerekeknek. Tehát mintha egy napközi tábor lenne, de itt felügyeletként. A nyitást mind a tanárok, mind a gyerekek nagyon várták, nagyon nagy szüksége van a gyerekeknek a közösségre, és pláne azok a diákok, akik egyedüli gyerekek, azoknak nagyon fontos, hogy ha testvér sincs vele, akkor legalább itt újra ismételten gyerekközösségben lehet.